Egy szép őszi napon ismét megnyitotta kapuit a Bárka közössége. Ezúttal a műhelyben várták az érdeklődőket. A rendezvény hangulatához hozzájárult a megnyugtató októberi napsütés, kikapcsolódást nyújtottak a színes és különleges programok, amelyek közül minden korosztály talált megfelelőt, de leginkább a Bárka szeretetteljes, elfogadó, vendégszerető légköre adott igazi feltöltődést. Brenner Sarolta közösségvezető részletezte a délután program lehetőségeit. Ez a Bárka közösségi műhelynap, vagy családi műhelynapnak is szoktuk hívni, amit most 5. alkalommal rendezünk meg. Tavaly is szerettünk volna 2020-ban, csak ugye a járvány miatt ez elmaradt, és akkor most így sikerült, Istennek hála. Milyen programok színesítik a délutánt? Kézműves programok vannak, azok 2-től este 6-ig folyamatosan van. Szappanöntés, szövés, gyöngyszövés, nemezelés, hennázni lehet. Lehet gyümölcsöt aszalni, meg szőlőt préselni, egy muszót készíteni. És akkor 4-kor jön a Hazai Anna Mária, ő tart gyerekeknek zenés műsort, és 4-től a Kemény Péter felnőtteknek pedig előadást. Lesz egy tánc tanítás a Hommer házaspárra. Beszéljünk egy kicsit a gyümölcs aszalásról, hiszen ez egy adomány keretében került a Bárkához. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítványtól kaptuk adományba, és most ennek a révén tudunk most is használni a műhelynapon. Hogyan fogadták ezt a felajánlást, és hogy sikerült az első próbálkozás? Hát nagy örömmel, a aszaló mellett kaptunk egy lekvárkészítőt, meg egy gyümölcs légkészítőt is. A szalót próbáltuk ki most, tehát így a műhelynap előtt, de nagy sikere volt, a sérült barátainknak is nagyon tetszik, meg finom is, úgyhogy nagy örömmel. Az udvaron is programok zajlanak. Igen, itt van a muskészítés, meg különböző játékokkal játszhatnak a gyerekek, ilyen ügyességi játékok nagy rész, meg 5-től itt lesz, ha az időjárás is engedi, a tánc tanítás. A gyerekeknek is kedveznek azzal, hogy egy útvonalat lehet bejárni és pecséteket gyűjteni. Igen, minden egyes állomáson kapnak egy pecsétet, és akkor a végén kapnak egy oklevelet. Milyen érdeklődésre számítanak? Hát reméljük sokan eljönnek, most eddig elég sokan itt vannak, már reméljük, hogy nem tartott a járvány, hogy nem merjenek eljönni az emberek. Hogyan készültek a Bárka lakói és a műhelyesek erre a délutánra? Hát nagyon készültek, a segítők sokat dolgoztak a díszítéssel, meg hogy a kézműves állomások is rendben menjenek, és a sérültek is nagy várakozással készültek, meg közülük többen segítenek is a kézműves állomások megvalósításában. Milyen következő rendezvényre számíthatunk a Bárkától? Hát ilyen nagy rendezvény, vagy nagyobb rendezvény az várhatóan majd tavasszal lesz az önkéntes nap, illetve még ősszel szeretnénk egy hálaadó napot, azt reméljük, hogy sikerül. A városi adventi programon esetleg találkozhatunk? Hát reméljük, igen, hogy sikerül ott lennünk. A rendezvényt a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egy pályázat útján támogatta. A város jóvoltából pedig sörpadokat és sátrat kapott a közösség a program lebonyolításához. A Bárka munkatársain kívül a kuratórium tagjai és önkéntesek is segítették a program megvalósítását. Ezúttal 8 diák vett részt az eseményen. Feladatuk közé tartozott például a vendégek fogadása, a regisztráció, de nagy szerepet vállaltak a kézműves programok során és az udvari játékokban is közreműködtek. Csabi ragaszkodott hozzá, hogy ő maga mutassa be a Bárkát nézőinknek, örömmel osztja meg, miként telnek napjai a műhelyben. 94-ben kezdtem járni, szeptemberben kezdtem idejönni, és mindenkivel megismerkedtem. Szeretek idejárni. És mit csinálsz itt minden nap, Csabi? Imádkozok. Imádkozni szoktunk. Közös. Nem, valamikor a külön műhelybe szoktunk itt leülni, elmondjuk a szentírási részt, és a segítőkkel szoktunk imádkozni. És te miket szoktál itt készíteni? Karkötőt szoktam csinálni, csak ezt szoktam csinálni. És nagyon jó érzem magam a Bárka műhelyben,
Igen, annak még ilyen partik.